Pár András, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője a vendégünk, és egy tanulmányt készítettek több fiatal szerző közreműködésével a radikális jobboldali mozgalmak előretöréséről, nem Magyarországon, hanem Európa szerte. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mire jutottak, miért tudtak ezek a mozgalmak, csoportok így megerősödni az elmúlt időszakban, és egyáltalán meddig vezethető vissza ez a tendencia? Most, ahogy itt kint ültem és a sajtótermékeket olvastam, az egyik újságban meg is találtam, vagy megtalálni véltem erre az egyik választ. Philip Hammond, brit történész azt nyilatkozta, hogy vissza kellene adni Európát az embereknek. Most más kérdés, hogy ezt meg lehetett tenni így konkrétan, meg hogy kiket értünk emberek alatt, de talán itt ragadható meg a szélsőjobb divatba jöttének az egyik oka, hogy úgy érzik Európa szerte nagyon sokszor a társadalmak, különböző csoportjai, tagjai, hogy őket nem veszik elég komolyan a politikában, hogy ez az egész európai politika, meg a nemzetállami szintű politika az eliteknek a játék pályájává válik, és ezt tudják kihasználni azok a erők, amelyek támadják a mainstream politikát. Ez egy eléggé széles spektrum, és ide tartoznak a különböző új baloldali formációkon kívül, a globalizáció ellenes csoportokon kívül a szélső jobb oldalnak a különböző pártjai. Mennyire különböző pártjai? Hasonló okok vannak a különböző országokban arra, hogy egyáltalán szélső jobb oldali pártok sikeresek tudnak lenni, és sok közös vonásuk is van, vagy éppen ellenkezőleg azért ezeket mindig egy picit más motiválja, és más is mozgatja? Vannak közös pontok, de nagyon sok tekintetben különböző szélsőjobboldali pártokról beszélünk, sőt, meg is kérdőjelezhető némely párt esetében a szélsőjobboldali jelző, hiszen hogyha szélsőjobbról beszélünk, akkor minket köt a történelem. Mert mire gondol például ön, akkor Bridges nadrágos és Antan szíjas, fekete nyakkendős vezérek, akik üvöltenek a római köszöntéssel őket üdvözlő tömegek előtt. Na most a szélső jobb oldal nagyon messze van már ettől, például Nyugat meg Észak-Európában. Meg is kérdőjelezhető a szélső jobb oldal jelző, mondjuk egy holland szabadságpárt, egy dán néppárt esetében, vagy ha kitekintünk az óceánon túlra, az amerikai Tea Partyt is idevehetjük. Ezeket nem lehet. De miben áll a különbség? Meggondolom, nem csak a divatra, meg az arcszőrzetre gondolnak. Tehát mennyiben mások ma ezek a szélső jobb oldali pártok? Ezek az észak-európai, döntően észak-európai, skandináv, holland szélső jobboldalinak nevezett pártok, ugye én is belestem ebbe a hibába, ezek sok tekintetben libertariánusak, tehát egy liberális társadalom és gazdaságpolitikát képviselnek, ezt kötik össze az euroszkepticizmussal és a bevándorlás ellenességgel, szóval olyanok, mint egy ilyen kókaféle SDS és Jobbik Kentaur, rémálmainkban ne jöjjön elő, már attól függ, hogy kinek melyik része. Tehát társadalompolitikában nagyon keményen azt képviselik, hogy igenis a szabad piacnak a védelmét kell biztosítani, kevés állami beavatkozás, emellett pedig támadják nem is annyira a bevándorlást magát, mint inkább konkrétan az iszlámot. Tehát ez a fő különbség, hogy a mi térségünkben, Közép- meg Kelet-Európában azért a szélső jobb oldal sokkal több mindent megőrzött, ha másként nem, akkor szubkultúrájában, ugye a két világháború közötti gondolatokból, és hát azt látjuk, hogy most egy ilyen váltásban van például a magyar szélső jobb oldal, hogy próbálja kicsit követni ezt a nyugati meg észak-európai trendet. Mert hogy ez eddig úgy nézett ki, hogy volt az összes európai szélsőjobboldali párt, amelyik körülbelül egyféleképpen működött, és körülbelül azonos ellenségképekkel operált, tehát az iszlám volt például az egyik fő ilyen, és ehhez képest volt a magyar szélsőjobboldali párt a Jobbik, amivel kapcsolatban pont azt tapasztaltuk, hogy az iszlámmal szemben megengedő, sőt az arab világ felé gesztusokat tesz, és sokkal inkább az antiszemitizmus volt az, ami gyakran felütötte a fejét, míg ezt a nyugat-európai szélsőséges pártoknál kevésbé hangsúlyozza. Igen, az antiszemitizmus az egy nagy törésvonal a mi térségünk szélső jobboldali pártjai, és mondjuk a nyugatiak meg az észak-európaiak között, már akkor, hogyha az általam említett pártokat egyáltalán szélső jobboldalinak tekintjük, mert ez egy vita,
a politológiában, egy holland szabadságpártra lehet-e, szabad-e ilyen jelzőt alkalmazni, mert az a lényeg, hogy a szélső jobboldalnak van egy nagyon erős pejoratív kicsengése. És ez számunkra, politológusok számára ez egy probléma, hogy lehet egy pártot így minősíteni, hogyha maga a párt azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nem vagyok szélső jobboldali. Akkor melyik az a része a minősítésnek, ami ön szerint problémás, a jobboldal vagy a szél? A szél, mert ez már lejáratott jelző ezen pártok többsége számára. Nézzük meg például a Jobbikot. A Jobbik ugye magára hogyan hivatkozik? Radikális, de ezt nagyon gyakran el is mondták Magyarországon elemzők, hogy ezzel hibát követünk el, ha átveszük az ő szóhasználatukat, mert éppen hogy elkendőzzük azt, hogy az általuk képviselt nézetek többsége mennyire szélsőséges, mennyire elfogadhatatlan. Ebben igaza is van, mert a radikális jelző az önmagában egy olyan dolog, ami bármihez, bármilyen ideológiához kapcsolódhat rá, de a radikális az eredetileg mit jelentett, hogy a gyökerekig visszanyúló, egy gyökeres fordulatot előidézni szándékozó törekvéssel kapcsolódott össze. Tehát mondjuk ebben... például Magyarországon nagyon sokan akarhatnak gyökeres fordulatot, anélkül, hogy szélsőséges nézeteik lennének, így, vagy bármilyen ellenségképpen gondolkodnak. Igen, akár lehetne baloldali radikalizmusról beszélni, vagy ugye mondhatnánk azt, hogy polgári radikalizmus, ami aztán meg végképp távol áll a szélső jobboldaltól, történelmileg, szóval ez egy nagyon nehéz és kuszak kérdés, de visszatérve tehát az antiszemitizmushoz, ez nyilvánvalóan főleg a Jobbik szubkultúrájában, ez egy meglévő emocionális töltet, hogy így fejezzem ki magamat, tehát legalább annyira, mint a muszlim ellenesség a nyugat- és észak-európai pártoknál, de látható, hogy ugye a Jobbik próbál távolodni ettől a régi fajta szélső jobb gondolattól. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam. Köszönöm szépen.